A 2020-21-es tanévtől a szakképző intézményeknek két típusa lesz, technikum és szakképző iskola. Az 5 éves technikus képzés egyik célja az, hogy néhány éven belül kinevelhető legyen a szakmák hiányzó középvezetői köre. Fontos törekvés, hogy a technikusi képzésből érettségi megszerzésével egyenes út vezessen a felsőoktatásba, emellett a szakmai képzés 1 évről 3-ra bővül. A 3 éves szakképző iskola is alapozó képzéssel indul, itt az 1 éves alapozót 2 éves szakmai képzés követi. Tanulmányi eredménytől függően a nappali oktatásban résztvevő tanuló ösztöndíjra jogosult. Ha befejezi a képzést és szakmát szerez, egyszeri pályakezdési támogatást is kaphat. A jelenlegi 766 helyet az új rendszerben 174 alapképesítés közül lehet majd választani, mondta el a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oktatás és képzési igazgatója. Én azt gondolom, hogy nagyon sok lehetőség lesz a diákok számára is, hiszen amellett, hogy teljesen felfrissült szakmai tartalmat fognak kapni az iskolákba, ami kifejezetten a vállalati igények alapján került meghatározásra. Az új változásokkal kapcsolatban tartott tájékoztatót a Heves megyei Kereskedelmi Iparkamara, ahol a vállalkozások és a kamara számára fontos kérdéseket fogalmazták meg. Lesz elég munkaerő? Ezt a munkaerőt ki és hogyan, milyen módon fogja képezni, és ehhez milyen finanszírozás lesz, és hogyan fogjuk mindezt ellenőrizni. A jogszabály szakaszosan lép hatályba, a legtöbb paragrafus a 2020. január 1-től lesz érvényes, míg a szakképzési hozzájárulással kapcsolatos rendelkezései csak 2021. január 1-től. Az iskolai változásokat a 2020-21-es tanévtől felmenő rendszerben vezetik be.